Robert vagyok, üdvözlök mindenkit! Ez pedig a Bonsai című játék átbeszélő videója. Na, hát túl vagyunk egy játékom, ráadásul egy kihívásom, ugye itt a legelső, vagyis a lassú ősz nevezetű kihívást próbáltuk megteljesíteni, és hát ami a célapkákat illeti, azokat sikerült megfelelő minőségben és mennyiségben teljesítenünk, ugye egy pici meg két nagy, viszont a pontszámunk, ez a 123 pont, ez pontosan, hát mondjuk úgy, hogy egy gyümölccsel kevesebb, mint amennyinek lenni kéne, mert ugye ez most 7 pontot hozott volna itt a konyhára, és akkor meg lett volna az áhított 130 pont. De hát ez ilyen. Viszont így legalább én szerintem azt lehetett látni, hogy itt ez a kihívásos rész, ez valóban működik, mert olyan értelemben, hogy tényleg van benne kihívás. Nem csak arról szól, hogy előveszük a játékot, kiszetapoljuk, és akkor pikpak játszunk egyet, és mindig győzünk. Nem, itt tényleg megvan a kihívás része a dolognak. Bár hozzáteszem, azért itt van egy-két dolog, ami árnyalja ezt a részt is, de erről majd később mindjárt beszélünk. Na, de akkor nézzük is a játék egyes pontjait, ahogy azt szoktuk, kezdve a komponensekkel és az alkatrészekkel. Ugye itt kétféle komponenssel dolgozik a játék, ugye a kartonelemekkel, ott is leginkább itt a bonsai falapkákkal, valamint a kártyákkal. Hát ami a kartonelemeket illeti, és itt legyen szó akár a kis lapkákról, a céllapkáról, a játékos tábláról, vagy a cserép tábláról, ezek hibátlanok, megfelelő, keménységűek, vastagságúak, tényleg ezekbe belekötni szerintem nem lehet, én nem is akarok többet beszélni róluk. Ami a kártyákat illeti, nem rosszak, fogalmazunk úgy, hogy láttunk már azért ettől jobb kártyát is, de tényleg nem rossz, egy icipicit lehetne vastagabb igazából ennyi, hogyha megnézitek, ezek ilyen fényesebb kártyák, a méretüket tekintve klasszikus pandemic kártyaméretről van szó, és hát én megmondom őszintén, hogy javaslom a kártyavédő használatát, noha azért azt láthattátok, hogy nem kell kevergetni, kavargatni a lapokat, mert tényleg játékonként egyszer kell jól megkeverni, utána már nem. Viszont azt is láthattátok, hogy ténylegesen egy gyors pörgős játékról van szó, tehát simán megesett, hogy amint lemegy egy játék, rögtön újra setupoljátok, és akkor megint újra kell keverni. Szóval emiatt is vagyok amellett, hogy szerintem itt akár érdemes lehet a kártyavédő használata. Na, hát ennyit a komponenseknek a minőségéről, de hát nem mehetünk el úgy a komponensek mellett, hogy ne beszélnénk magáról az asztalképről, a grafikáról, pláne egy olyan játék esetén, hogyha emlékeztek, amiről meg is jegyeztük, hogy mennyire gyönyörű már maga a dobozkép. Ugye ugyanez volt a dobozkép, csak egy picit más színezetben. Tehát valahol elvárjuk a játéktól is, hogy ugyanilyen gyönyörű legyen, tehát hogy szép legyen. Hát nézzük, hogy hogyan sikerült ezt megvalósítani a készítőknek. Na most, ami a bonsaifát illeti, szerintem az teljesen rendben van. Amit lehetett, kihozták belőle, és szerintem tényleg szép kis fákat lehet kihozni belőle, tehát én ezzel abszolút meg voltam elégedve. Így összességében egyébként az asztalkép nem csúnya. Sőt, én szerintem, hogyha most valaki így elmegy az asztal mellett, úgy megragadja az ember tekintetét, tehát mindenképpen így érdekes, szép, hozza ezt a japán hangulatot abszolút, tehát tényleg ez a tábla is teljesen jól néz ki itt a kínálat, meg úgy mindennek hogy mondjam, így ez a hangulata, a grafikai megvalósítás nagyon-nagyon szuper. Viszont nekem itt egyetlen egy, hát pontosabban kettő, fogalmazunk így, tehát két ilyen kritikai megjegyzésem lenne. Az első, az tulajdonképpen az, hogy én valahol, ugye ettől a játéktól azt is várom, mert hát mégiscsak bonsai, hogy mondjam nektek, valahol ez a dolog szerintem változatosabbnak kéne lennie. Mármint olyan értelemben, hogy ugye itt a bonsai fákról van szó, és itt valahol ténylegesen ezek tükrözik a változatosságot is, tehát úgymond az eszenciája, hogy ilyen-olyan bonsaifa van, hát itt a szabály külön kitér, hogy milyen féle fajták vannak, és ennek semmi köze nincs egyébként a játékszabályhoz, mármint olyan értelemben, hogy ez egy kis plusz információ nekünk, hogy többet tudjunk a bonsaifákról, ami nagyon szuper egyébként, hogy ilyen van a szabályban, de tény és való, hogy ez is azt mutatja, hogy a készítők is tudják, hogy tényleg valahol ez egy fontos dolog itt, és ami azt illeti, a fák azok tényleg változatosak. Tehát biztos, hogy mindenféle fajtát ki tudunk itt rakni, meg biztos, hogy sokféle lesz, miközben játszunk. Viszont itt most ténylegesen a játéknak a grafikájánál maradva, hát én nem tudom, hogy nem tudtak volna egy másik bonsaifát rárakni, de egy ugyanilyen szépet. Tehát, hogy miért kellett ugyanazt a grafikát használni? Ezt tényleg nem értem. Tehát már itt egy picit érződik, hogy hát most nem merem azt mondani, hogy merjem, tehát, hogy lusták voltak, vagy nem tudom, hogy nem rakták bele ezeket a dolgokat. De azért, hogyha tovább nézzük itt a dolgokat, azért lehet még látni hasonló dolgokat, amik így előjönnek, tehát ilyen grafikai motivumok.
Nem tudom. Arról nem is beszélve egyébként, hogy én szerintem ez a tábla sokkal szebb lett volna, hogyha itt ténylegesen egy bonsai fának úgymond egy ilyen közelített változata lett volna, ilyen átmenettel, ahol ténylegesen itt az elején mondjuk így itt a bonsai fának a fatörzsére koncentrált volna a kép, aztán ugye a levélzetre, majd a virágra, majd pedig a gyümölcsre, tehát egy picit tükrözze ezeket a dolgokat. És persze mondhatnánk, hogy oké, de hát a kártyák úgyis takarják itt ezeket a dolgokat, nem biztos, hogy annyira átjött volna. Ez igaz, viszont nem kellett volna ekkora kártyákat se használni, ami azt jelenti, és igazából ez a második ilyen kritikám. Mert tudjátok jó, hogy én a méretben, vagy itt a méretekre azért így szoktam úgymond kritikával élni. Tehát tulajdonképpen semmi nem indokolja, hogy ekkora kártyákat használjunk ennél a játéknál, mert igazából minden, de minden, tehát minden illusztráció, grafika, ami a kártyákon van, bőven ráfért volna kisebb kártyákra. És akkor már is ott vagyunk, hogy akkor nyilván kisebb kártyák, kicsit jobban lehet látni a táblát, nyilván akkor a táblát is egy icipicit lehetett volna akár kisebbre, vagy akár más információ is ráfért volna, majd mindjárt rátérek még erre is. De a lényeg, ami lényeg, hogy én ezt a táblát is egy picit másképp képzelném el, tehát hogy kicsit változatosabb legyen, szóval. És hát maradva még itt tényleg a grafikai résznek úgymond ez a lustasága, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem, mert tényleg nem tudom, hogy minek merjem nevezni. Tehát szerintem nem kell nagyon messzire menni, hogy értsétek, hogy miről beszélek. Hangsúlyozom, a kártyák szépek, tehát nekem ezzel nincs bajom, mert tényleg szép, jó, meg vannak rajzolva, ez a mester is nagyon szép, a segéd is nagyon szép, csak ugyanazok, tehát hogy egy pici változatosságot azért így szerintem megpróbáltak volna belecsempészni. Hangsúlyozom, és akkor itt védjük meg azért egy picit a játékot, hogy ahol nagyon-nagyon muszáj volt, mondhatni kötelező, ott azért figyeltek erre, mert azért itt lehet látni, hogy bár ugyanaz a bonsai fa van itt, de legalább itt a motivumok tényleg tehát tükrözik azt, amiről maga a kártya szól. Tehát igazából ez kellett volna valahova ide is, úgyhogy azért mondom, hogy itt a nagyon-nagyon kötelezőt megcsinálták, csak hát szerintem egy ilyen játéknál, ahol ténylegesen ez a változatosság valahol a játék eszenciája, azért több helyre is oda kellett volna figyelniük. Na most, hát itt van még ugye a játékos segédlet, ez nem is játékos segédlet, ami azt illeti, hát a pontozást mutatja meg. Igazából ezt sem igazán értettem, hogy minek kellett ebből 4 darab kártya. Mint említettem, hogyha kicsit kisebb kártyák lettek volna azonos tábla mérettel, akkor lehet, hogy ez idefért volna. Vagy igazából tök mindegy, mert egy is elég lenne, amit kiteszünk a tábla mellé, és akkor mindenki látja, hogy mi mennyi pontot fog érni. Arról nem is beszél, hogy a másik oldalán nincs semmi, tehát hogy ha már nagyon játékos segédlet akart volna lenni, akkor legalább itt lett volna az, hogy zajlik egy kör, mármint hogy milyen akcióink vannak, hogy meditáció, vegyék egy kártyát, meg gondozás, rakjál ide lapó, ilyen kis lapkákat, de az meg pont nincs rajta, szóval ez ténylegesen csak a pontozáshoz van. Jó, hát nincs ezzel semmi gond, csak hát így a funkciója egy picit olyan vitatott. De igazából ennyi. Tehát úgy összességében azért azt kell mondani, hogy tényleg a komponensek nagyon jók, a grafika szép, és hát itt a grafikánál maradva egyébként az ikonográfiája is nagyon szuper. Tehát kevéssel dolgozik, de amivel dolgozik, az szerintem tökéletes. Mert olyan értelemben, hogy egyszerű, világos, tényleg ránézünk, és mindenről tudjuk, hogy mi micsoda. Úgyhogy én azzal abszolút meg voltam elégedve, arra egy nagy piros pont jár. Na, akkor menjünk is tovább a nyelvfüggőségre, bár ezt már ugye most érintettük, és nem is kell róla sokat beszélni, semmi, de semmi nincs olyan alkatrész, amin lenne szöveg, innentől kezdve a játék abszolút nyelvfüggetlen, igazából ténylegesen csak a szabály van, amit ugye meg kell tanulni, el kell tudni olvasni, de mivel a játék ugye kijött magyarul innentől kezdve, ez a függőség is most már ugye már erről nem kell beszélni. De hozzáteszem, tehát, hogy az alkatrészeket tekintve annyira mindegy, hogy most magyarul vagy angolul vennénk-e meg a játékot, vagy bármilyen nyelven, mert ha tudjuk játszani, igazából elfüggetlen a játék. Na, menjünk is akkor tovább. Tanulhatóság szabály. Hát, azt látjátok, hogy nem bonyolult a játék. Tehát tényleg 2 akció van, a kártyahúzás az magáért beszél, itt a gondozásnál nyilván az, hogy lerakosgatjuk ezeket a lapkákat, ott még bejön egy-két plusz szabály, amire oda kell figyelni, de ezeknek a nagy része meg annyira logikus, hogy mi mihez kapcsolódik, tehát itt tényleg egy egyszerű játékról van szó, ami a szabályt illeti. Szóval tényleg egy egyszerű, könnyed családi játékról,
Na most a szabály, hogyha azt vesszük, szerintem jól össze van rakva. Ugye itt van egy ilyen valódi játékos segédlet, tehát úgymond a lapkáknak a magyarázata, hogyha esetleg valakinek nem lenne tiszta, ezeket szépen itt mindent elmond. Egyébként ez nagyon szuper. Aztán, hát, amit említettem is nektek is, ennek én nagyon örültem, a plusz információnak, ugye, mint a bonsájfákról, meg azoknak az eredetéről, mert ez plusz három oldal, hogyha azt vesszük. Tehát igazából most, ha nem vesszük itt az egyfős játékváltozatot, ami ugye pont ez a két oldal, akkor itt már a hatodik oldalnál vagyunk, plusz itt az első oldal, tehát az egész szabály, hogy hogyan működik maga a játék, öt oldal. Tehát ezért ebből látszik, hogy nem egy bonyolult játék. És egyébként, ami azt illeti, egész jól le van írva. Tehát szépen logikusan, illusztrációkkal, példákkal, nekem igazából ezzel a részével nem volt bajom. Na most, ettől függetlenül azért voltak bajom itt a szabállyal, itt az egyfős változatnál. Már is mutatom nektek. Azt mondja, hogy hát már itt az előkészületeknél nem igazán értettem, hogy miért kellett különvenni ezt a kettőt. Mármint olyan értelemben, hogy itt ugye leírja, hogy oké, ez a rész itt 2-től 4-ig mondja meg, hogy hogy kell előkészíteni. Rendben. Írja, hogy az a egyfős játékmód a hetedik oldalon található. Oké, hát akkor én rögtön lapozok a hetedik oldalra, mondván, most mondja nekem a játék, hogy nekem ez most nincs közöm, nekem menni kell a hetedik oldalra. Tehát a hetedik oldalon meg leírja, hogy oké, kétfős, mint a ketten játszanánk, úgy készítsük elő. Akkor lapozzak vissza. Hát ezt tényleg nem értettem, hogy akkor mi nem tudták azt megcsinálni, hogy az előkészületeket ideírják, kis dobozokba meg odaírták volna, hogy ha egyedül vagy, akkor még ezt, vagy igazából a módosításokat. És akkor a legvégén, oké, a egyfős játékra vonatkozó többi részért menj a hetedik oldalra, ahol már ténylegesen a játék működése, tehát a szabály működésében a különbségek vannak. Tehát ezt abszolút nem tudtam, hogy hova tegyem, tehát ezért itt voltak bajok. De ezen kívül egyébként nagy problémát én nem vettem észre. Talán az, amit meséltem nektek, hogy itt azért, hogy mondjam, emiatt a ide-oda lapozgatás miatt azért ez a tokonoma változat, azért ez nem annyira egyértelmű, hogy nem egy fős változathoz is van. Mert hogy azt mondja, kvázi hazudja, vagy hát most nem merem azt mondani, hogy hazudja, hogy is mondja, hogy azt mondja, hogy mondja ezt nekünk, hogy igen, jobban tervezhető játékélményt ad. Tehát itt ténylegesen a tervezhetőségről beszél, de ez azért nem egészen igaz. Különösen egyfős változatnál nem. Mert erre majd mindjárt visszatérünk. De az a lényeg, hogy ezt tényleg nem érdemes egyfős változatnál használni. Több főnél persze igaz lehet, de egyfőnél nem. Na most egyfős változatnál még a következő problémám volt nekem, ez pedig igazából itt van, és leginkább itt a egyszemélyes játék változatnak a klasszikus módja. Mert ugye értem én, hogy itt van az, hogy könnyű, közepes, nehéz, meg extrém, de ez megint egy picit olyan, hogy most akkor vagy győzünk, vagy nem. Vagy győzünk, vagy nem. De igazából ezt a fajta játékváltozatot nem így szokták megcsinálni, hanem úgy, ahogy a Scribbligámnál is láttátok, hogy játszunk, megvan a pontszámunk, és akkor lőjük be magunkat, hogy hol vagyunk. Tehát igazából itt vannak a szintek, hogy most akkor mit tudom én, gakuszeljek lettünk volna, vagy szenszeljek, vagy jusák. Tehát ezt pont el kellene fordítani, ezt a táblázatot, és akkor szépen meghatározni, hogy ettől a ponttól eddig a pontig ilyenek vagyunk, tehát ilyen rangbesorolás. Szóval ennek annyira nem értettem, hogy ezt hogy tudták így, tehát mint hogyha, nem is tudom, hogy aki készítette ezt az egyfős játékváltozatot, hogy játszott már valaha ilyen rendes egyfős játékváltozattal? Tehát hogy értem én, hogy nagyon ragaszkodtak ehhez a győző vagy veszítesz dologhoz, de ennek a játéknak pont nem erről kellett volna szólnia, mármint ennek a részének. Persze a kihívás az egy másik dolog, ott megértem, de majd ott is lesznek egyébként, mert mindjárt beszélünk erről is. De ez a rész szerintem egy kicsit, nem annyira tetszett, amikor így láttam megoldani. Ettől függetlenül mindenkinek azt javaslom, hogy ezt a táblázatot tényleg fordítsa el, és akkor nyugodtan rangsorolja magát. Hogyha valaki mondjuk 110 pontot ér el, akkor mondja azt, hogy ő most ilyen Senmon. Kész. És akkor az is egy jó eredmény. Nem pedig az, hogy oké, akkor én most nehéz fokozaton játszottam, de vesztettem. Jó. Na, akkor igazából ennyit a tanulhatóságról és a szabályról. De összességében egyébként azért azt el lehet mondani, hogy nem rossz. Tehát, mint említettem, a többi része a szabálynak az a nincs baj. Tehát az rendben van. Újrajátszhatóság. Hát, abszolút rendben van. Tehát azt lehet látni, hogy itt, ahogy a kártyák jönnek, mennek, itt bőven-bőven van változatosság,
és szerencsefaktor, majd erre mindjárt fogunk még beszélni, de egyébként meg itt a céllapkák, hát mennyi van? Tehát öt különböző van, és mindig három van játékban. Mármint, hogy három fajta, és akkor abból ugye, ha többen játszunk, akkor ugye a könnyű, közepes, meg a nehezebb, mármint ugye a kicsi, közepes, meg a nagy. Amikor egyedül játszunk, akkor ugye csak két fajta van, tehát ugye a kicsi meg a nagyobbik, de akkor is három fajta. Ezek egyébként hoznak elég változatosságot. Meg nyilván, amit említettem is nektek, hogy tényleg fontos az is, hogy mik jönnek elő, tehát hogy ténylegesen ezek, de az, hogy itt mik tudnak előjönni, milyen sorrendben, azért egy picit jobban befolyásolják azt, hogy most hogyan alakul a fánk, tehát hogy merre tudunk itt növekedni, és a többi, és akkor akár időközben is el tudjuk dönteni, hogy akkor most melyikre megyünk. Tehát én szerintem az urányzhatóság teljesen rendben van ilyen értelemben. Aztán taktika, stratégia. Hát, igen. Ez megint csak az a fajta játék, ahol egyébként nagyon-nagyon szuper egyvelege van itt a taktikának és a stratégiának. Már csak azért, mert ugye ott vannak előttünk a céllapkák. Ezek egyértelműen hosszú távú stratégiát nyújtanak nekünk. Nem kötelező rögtön az elején nyilván elköteleződnünk valamely hosszú távú stratégia után, de egy biztos, hogy amint a fánk eléri azt a szintet, vagy úgymond azt olyan szintre növekszik, hogy a kisebbik céllapkákat úgymond teljesítjük, bármelyiket, ott már döntenünk kell, hogy akkor oda megyünk, vagy nem, vagy megyünk tovább, és akkor vagy megelégszünk azzal, ami ott van, és akkor inkább a többire koncentrálunk. Tehát az már ténylegesen az a pont, ahol majd el kell döntenünk, hogy mi lesz, hogy lesz, és akkor nyilván még vannak benne plusz ilyen győzelmi célok, ugye ezekkel a kártyákkal, amik megint csak egy picit irányítanak minket, szóval van benne bőven, bőven stratégia. Tehát mindenképpen tervezni kell, azt nagyon látni kell. Viszont ettől függetlenül, hát mivel a kártya szeszélyének ki vagyunk téve, nagyon komoly szerencsefaktor is van a játékban, ami egyébként több főnél szerintem annyira nem biztos, hogy zavaró lehet, mert nyilván mindenki szembesül vele, arra nem is beszélve, hogy itt van a játékban az egyedüli interakció, hogyha mondjuk mi egy kicsit szerencsétlenebbek voltunk, mint a másik, azért ki tudunk venni előle olyat, ami meg neki nem jó. Szóval tudjuk egymást kicsit kompenzálni így. Egyfős játékváltozatban viszont ez nagyon-nagyon komoly. Tehát talán túlságosan is erős a szerencsefaktora. És akkor erről majd szerintem, vagy akár most is érdemes kicsit beszélni. Tehát azt tényleg látni kell, hogy ez az a fajta játék egyébként, amit kétféleképpen lehet játszani, és most az egyfős játékváltozatról beszélek. Tehát egyrészt nagyon fogják szeretni azok a játékosok is, akik nagyon szeretnek tervezni. Már a játék legelejétől kezdve tervezgetnek. Például megnézzük, hogy milyen céllapkák vannak, és akkor fejbe elkezdjük itt agyalgatni, hogy akkor most az annyi pont, akkor így, meg úgy, akkor oké, az fog kelleni, akkor ahhoz mennyi lapka fog kelleni, meg milyen fa, hogy teljesedjen, oké, így fejbe már összeállítottuk a tervet, már csak végre kell hajtani, és akkor nyilván megvan a stratégiánk, követjük, és akkor, hát amikor éppen úgy jön ki a dolog, akkor nyilván taktikai lépésekkel igyekszünk azért helyezkedni. Működik, nagyon szuperul működik. És működik úgy is, mert egyébként én az első kihívást így kezdtem el, egyszer már igen sikerült, hogy hagyjuk a játéknak, hogy tanítson minket. Tehát itt arra gondolok, hogy kirakjuk a kis feladványt, és akkor elkezdünk játszani, és akkor egy picit úgy érzésre játszunk. Megnézzük, hogy jó, ezek vannak, oké, elindulunk, csináljuk, rakosgatjuk, játszunk, vége a játéknak, hát mi történik általában ilyenkor? Jó, hát nem nyertünk. De biztos vagyok benne, mert velem ez történt, hogy rögtön tudtam azonosítani azokat a dolgokat, amiket rosszul csináltam, amire jobban kellett volna fókuszálni, meg amire kevésbé, és akkor rögtön azt mondtam, hogy ez tök jó, akkor most kezdjük újra, és akkor ezzel a tudással felvértezve játszunk még egyet. Megint csinálom, csinálom, kicsit így érzéssel, de már felvértezve az előző játék tudásával, oké, megint nem sikerült pár ponttal, megint lemaradtunk, de megint lehet látni, hogy oké, hogy mi az, ami még egy picit félrement, és akkor nyilván azon is lehet majd reszelgetni. Oké, megint játszunk egyet. És akkor szépen így két-három játék után már biztos, hogy összeáll az adott kihívásnál az a fajta fa, az a fajta stratégia, amire oda kell figyelni. És akkor innentől kezdve ez a szép kis tanuló folyamat így lépésről lépésre megvolt, egyébként egy nagyon-nagyon hangulatos folyamat. Jön a valódi, amikor ténylegesen akkor most már felvérteztük magunkat minden tudással, már csak végre kell hajtani, már tudjuk, hogy milyen fa kell, meg mire kell fókuszálni. Na és itt jön be az, hogy igazából bármennyire is törekszünk ezután, mert innentől kezdve már ugyanazok a játékosok vagyunk, akik az elején matekoltak és mindent is kiszámoltak, csak ők nem akarták ezt a tanuló fázist úgymond szépen
úgymond végigjárni ezt az iskolát. Ők inkább végigmatekolták az elején ezeket a dolgokat. Hát ki hogy szereti egyébként, tehát mind a kettő működik. De a lényeg, ami lényeg, hogy miután eljutottunk arra a szintre, hogy oké, tudjuk, hogy mit, meg hogy hogyan, olyan szinten szeszélyesek ezek a lapok, hogy valami hihetetlen. És ez még annyira nem is lenne baj, a probléma ott kezdődik, hogy a kihívás része a játéknak olyan szinten gramra pontosan ki van mérve, hogy ténylegesen mik azok a lapkák, amiket el kell vinnünk, mennyit kell, akkor miből mennyi kell, és hogy legalább még egy kártyának lennie kell, hogy meglegyen a pont, meg stb. Tehát olyan szinten ki van matekolva, hogy minimális hibázást enged a játék. Mármint olyan értelemben, hogy ha nem tudunk úgy kivenni egy lapot, mert nem úgy jött ki, lehet, hogy azon az egy akción fog elmenni. Lássátok, hogy nekem is most igazából ténylegesen azon múlt, hogy ha lett volna a készletembe egy virág, akkor nem is akartam volna feltétlen kivenni ezt a lapot, hogy letegyük, hanem akkor ténylegesen azt csináltam volna, hogy inkább ugye gondozok egyet magamtól, mert akkor több mindent le tudok rakni, mindent le tudtam volna rakni, amit akartam volna, meg lett volna ez is, és még ki tudtam volna venni az utolsó akcióval ezt a lapot. Tehát, hogy annyira, de annyira minimális dolgok, ezek ilyen icipici finom dolgok, de tényleg látni kell, hogy itt szinte nem lehet hibázni. Tehát, hogyha lehet is, talán csak egyet. És talán itt ezzel van itt a legnagyobb baj, hogy hogy mondjam nektek, az nem is baj persze, hogy nehéz egy kihívás. Erről már beszéltem itt az elején, hogy persze legyen egy kihívás nehéz, csak hogy mondjam, azért legyünk tisztában azzal, hogy a kihívásnak van egy olyan része, amit tudunk befolyásolni, meg olyan, amit nem. Ez pedig egy olyan, amit nem tudunk befolyásolni. Mert az, hogy a kártyák hogy fognak kijönni, milyen szeszélyesen, azt én nem tudom befolyásolni, és akkor hadd mondjak most pár gondolatot ehhez. Egyrészt az előbb említett változat, amiről már sokat beszéltünk, hát pont emiatt nem működik egy hős játék változatban, hogyha az összes pergamen kártyát betesszük legelőre, bizonyos értelemben jól járunk, mert az elején egy csomó mindent ki tudunk venni, megtömjük magunkat ilyen lapokkal, persze nem tudom, hogy ez mennyire jó nekünk, de kapjuk a lapokat. A baj ott kezdődik majd, amikor majd ezek a kártyák jönnek, amikkel viszont még több lapot tudunk, amit lapkát tudunk kivenni, és ott lehet, hogy kettő mester lesz egymás mellett, és ahhoz, hogy kivegyük az egyiket, szinte már mindig áldozgatni kell a többit. Tehát, hogy itt egy fős játékváltozatban igenis az a jó, hogyha minél jobban vegyesek a lapok, hogy legyen egymás mellett olyan lap, hogy az egyik kell, a másik nem, az egyik kell, a másik nem. Mert akkor tudunk szépen folyamatosan előre haladni. Tehát ezért nem működik szerintem ez a többfős változatban egyébként, valószínűleg igen, ez a, nem mindig elfelejtem, Tokonama játékváltozat. És ezért mondtam nektek, hogy ezzel lábon tudjuk magunkat lőni. A másik dolog, megint csak itt a szerencse faktorra visszatérve, hogy hát ahogy láthattátok is a játék elején, hát amíg nem jött ez a lap, azért addig igencsak szenvedünk itt a lapkákkal, hogy öt lehet, oké, de akkor jönne még. Hát igen, igaz, hogy ezeket le kéne rakni, de most pont nem olyanok vannak, amiket le tudunk rakni rendesen. Hát a játék elején a legnehezebb egyébként, mert akkor ténylegesen leginkább ugye ilyen fatörzs lapkákat raknánk le, hogy kialakuljon azért valami dolog. De nem egyszerű, és akkor ú, de jó lenne az a mester kivenni, de nem vehetem ki, mert akkor meg megint sok lesz, el kell dobni, de ha eldobjuk, az meg nem kifizetődő. És higgyétek el, hogy ha ezek a lapok a paklinak a legvégére kerülnek, akkor az egész játék így fog végigmenni, hogy ú, keményen tényleg vekegünk azon, hogy akkor mikor, melyiket, mit dobjunk el, hogy tényleg ez az öt, ez azért nagyon kevés. Legalább egy lap szerintem azért kell, ez az én véleményem, de ez akkor jó, hogyha kijön. Ha rögtön az elején kijön már a kínálatban, nem is kell gondolkodni, mit kell érte beáldozni, ki kell venni, hogy legyen mozgásterünk, mert minél több lapunk van, akkor lesz mozgásterünk. Úgyhogy ez megint egy olyan dolog, de ezt nem tudjuk befolyásolni. Tehát tehetek én bármit. Bármit tehetek, nem tudom befolyásolni. Úgyhogy igazából nekem, ahogy itt említettem nektek, most visszatérek ide, ahogy említettem nektek itt a egyfős játékváltozatnál, ahogy a klasszikusnál az volt a problémám, hogy nem ilyen rangbesorolással oldották meg, hanem így, ahogy megoldották. A kihívásoknál igazából nekem az a problémám, hogy nem csináltak könnyű, közepes, nehéz fokozatot. Tehát nem mondták azt, hogy oké, így lehet könnyíteni, ez a normál változat, ez meg a nehéz változat. Ez egy picit nekem hiányzik. Tehát az a baj, hogy ténylegesen csak egyféleképpen lehet nekiállni. De egyébként ez sem feltétlenül igaz, mert olvastam egyébként a fórumokon ilyen lehetőségeket, hogy hogyan lehetne egy picit a nehézségi szinten változtatni. Egyébként okos dolgokat írtak,
pontosabban egy nagyon okos dolgot írtak, és itt tulajdonképpen arról van szó, hogyha belegondoltok, amit mondtam nektek, 16 akció, higgyétek el, hogy legtöbbször egyen fog múlni, ha ügyesek vagyunk, ügyesek, bocsánat, ügyesek vagyunk, és viszonylag jól jönnek a lapok, olyankor ténylegesen nagyon sokszor egy akció múlik, vagy egy kártyán múlik. És ténylegesen arról van szó, hogy azok közül, a lapok közül, amiket kidobunk, igazából csak be kell rakni véletlenszerűen, vagy kettőt. És akkor már van még egy plusz akciónk. És az az egyetlen egy plusz akció nagyon-nagyon sokat számít. Tehát így lehetne esetleg egy kicsit finomítani a játékon. Nyilván az, hogy most még, tehát hogy milyen típusú lapot érdemes, hát ilyet semmiképp nem, azért erre szerintem vigyázni kell, hogy ha már rakunk, akkor ne ilyet, de mondjuk ezek közül majdnem mindegy. Hát jó, nyilván az a baj, hogy ilyet is berakhatunk, mert ezzel annyira nem lövünk mellé, mert ha több van benne, akkor a többit be tudjuk áldozni, és akkor, hogyha ott van mellette valami, akkor már el lehet dobni, de azt nézem, hogy még milyenek vannak itt a hármasnál. Na, ezek a mesterek már azért jobbak, vagy akár nyilván egy ilyet is, ha már minden áron könnyítünk, de azért akkor ne legyen annyira erős. Ezek közül megint mindegy. Szóval, tehát az a lényeg, hogy ilyet már nem tudunk berakni, de azért a mesterek közül éppen tudunk válogatni. És tényleg elég szerintem kettőt berakni, ami már nagyon-nagyon megkönnyíti, úgymond, hát nagyon, de ad annyi mozgásteret itt a végére, hogy nem ezen az egyen fog múlni. Nekem többször múlt tényleg egyen. A másik dolog egyébként, ami így hiányzik nekem az egyfős játék változatnál, legalábbis úgy, hogy nincs ilyen könnyű, közepes, nehéz. Ez megint csak a szerencsefaktor miatt van, és gyorsan hozzáteszem, hogy legtöbbször nem szoktuk szeretni azt, hogyha az egyfős játék változat nem úgy működik, mármint játék technikailag, mint a többfős játék változat, viszont ebben az esetben én úgy érzem, hogy ez egy kivételt tennék. Tehát, hogy említettem is nektek, itt ténylegesen az a legnagyobb hibája a játéknak, hogy a nagy szerencsefaktor ellenére nincs befolyásunk, tényleg semmire. És valamilyen plusz mechanika, valamilyen eszköz kéne a kezünkbe, amivel ellen tudjuk súlyozni ezt a dolgot, mármint a szerencsefaktort. Gondolok itt arra, hogy mit tudom én, el lehetne dobni kettő vagy három bármilyen lapkát, hogy kapjunk érte egy másikat. Tehát, hogy valahogy egy kicsit ráhatásunk legyen, vagy itt is akár, hogy valahogy meggátoljunk egy lapot, hogy kimenjen, akár egy ilyen lapkának a beadásával, hogy rátesszük, és akkor ha én ezt veszem ki, akkor ezt kell végül eldobni, ez meg ott marad, de cserébe mondjuk bukom ezt is. Tehát teljesen mindegy, csak valamilyen ráhatásunk kéne, hogy legyen erre a dologra. És nem csak annyi, hogy oké, hogyha azt ott akarod hagyni, akkor ne vedd ki azt a kártyát mellőle, hanem akkor egy másikat vegyél ki. Mert az a baj, hogy amikor a másikat vesszük ki, meg nem biztos, hogy jó lesz nekünk, tehát akkor lehet, hogy még rosszabbul járunk. Tehát én valódi ráhatásra gondolok. Tehát ilyen mechanika kellene egyébként bele, és onnantól kezdve ez a játék teljesen hibátlan lenne. Most sem rossz, tehát ne értsetek félre, nagyon-nagyon szuper, csak egy icipicit frusztráló tud lenni, amikor ténylegesen, nagy, hogy mondjam, sokszor egy dolgon múlik a dolog. Ennyi igazából. Na, gondolkodom rajta, hogy miről nem beszéltem, de szerintem már tényleg bőségesen beszéltem mindenről is. Hát, hogyha bármilyen kérdésetek, véleményetek van a játékkal kapcsolatban, mindenképpen írjátok meg nekem kommentben, én pedig igyekszek majd ezekre válaszolni. Ha már játszottatok a játékkal, írjátok meg a véleményeteket, hogy ti hogy látjátok, mennyi kihívást sikerült teljesítenetek, és akkor hát ennyi lenne most, találkozunk a következő videóban.